Szép estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Egy remek hangulatú sajtótájékoztatón ismerkedhettünk meg, mi minden történik ebben az esztendőben a koronázási játékokon. Szikora János rendező és a darab szereplői számoltak be a próba folyamatról, illetve hogy mit láthatunk ebben az esztendőben, Második András életét és annak három folyamatos és fontos elemét tárják elénk a Nemzeti Emlékhelyen augusztus 18-án és 19-én. Második András a Csillaghullásban álmodó címmel hatodik alkalommal rendezik meg a koronázási szertartás játékot Székesfehérváron. A sorozat, amely 2013-ban kezdődött, Árpádházi királyaink életét kelti életre, liturgikus királylegenda formájában. A produkció helyszíne is jelképes, a nézők a Nemzeti Emlékhelyen, a magyar uralkodók egykori koronázó és temetkezési helyén láthatják a nagyszabású előadást. Azt, hogy az ember nyilván a gyerekkori, középiskoláskori és egyéb olvasmányaiból, tanulmányaiból van valamilyen tudása, képe a múltról, de mindig, amikor elérkezünk egy újabb évhez és újabb királyunk történetéhez, és végighallgatjuk Szikora János rendezői bemutatását, akkor rájövünk arra, hogy ezért nagyon-nagyon keveset tudunk. Ami nyilván természetes, hiszen rettenetesen távol vagyunk mindettől, de hát pont ez az egyik felelősségünk is, és talán ez az egyik indoka annak, hogy annak idején 2010 után a jelenlegi városvezetés úgy gondolta, hogy ezt a múltat, főként azt a múltat, amire ez a város méltán lehet rettenetesen büszke, hogy ebben micsoda közösségépítő erő van. Egyáltalán tudjuk a saját életünkből is, hogy lelkileg hogy emel föl bennünket, amikor az őseinknek az életével, élettörténetével ismerkedünk meg, főként, hogyha az még dicsőséges is. És nagyon érdekes, hogy Demeter Zsófia is leírta, valahol olvastam tőle, hogy ez a város a története során mindig, amikor egy nagyot fejlődött, vagy fejlődés közben volt előtte, utána, akkor mindig a múltjához, a dicső múlthoz tért vissza. Nyilván ez sem véletlen, hogy ez adja az erőt, a muníciót a további fejlődéshez. Szóval ez is szerepet játszott abban, hogy annak idején úgy döntöttünk, hogy nekünk muszáj azt a bazilikát, ami a török hódoltság idejében elkezdett elveszni egy robbanás következtében, aztán a későbbi Habsburg korban pedig széthordták ezeket a köveket, hogy nekünk ezt ezen a módon is kötelességünk visszaépíteni. Ha ez ma nem áll, és a hozzánk érkező vendégeknek, turistáknak nem tudjuk elmesélni a történetet, mert csak a romokat látjuk, akkor meg kell próbálnunk valami más módon elkezdeni ezt az építkezést, és hát ma már 2018-ban, ha visszanézünk, akkor talán mondhatjuk azt, hogy abban az értelemben biztos, hogy sikeres volt, hogy megmozdította Székesfehérvár város polgárait, megmozdította a közösségünket, és megmozdítja mindazokat a magyarokat, akiket érdekli a nemzetnek a múltja. Úgyhogy most a királyaink sorában Második Andráshoz érkeztünk, bár hozzáteszem, hogy ez a sajtótájékoztató, ugyan a szertartási játék beharangozó sajtótájékoztatója, de azért egyéb más módon is igyekszünk ezt a múltat visszaidézni, hiszen a Volt Köztársaság moziban ugye dolgozunk ennek a bazilikának a bemutatásán, kiállítás keretében, látogatóközpont keretében, a köveknek a tárolásában és a köveknek a szép és míves köveknek a látható bemutatásán is. De most ez a sajtótájékoztató a szertartási játékról szól, mint ahogy halljuk is a felvezető zenét. Úgyhogy erre készül a város, úgyhogy szeretném felhívni ezúton is a székesfehérváriak figyelmét, hogy augusztus, királyi napok, benne a szertartási játékkal, ne utazzanak sehova, maradjanak a városban, hívják ide a barátaikat, vásároljanak jegyet, és nézzék meg Második András igazán nagyon érdekes, izgalmas, összetett, bonyolult életművét. Az előadásban Második András személyét és uralkodását három fontos motívum határozza meg. Az egyik felesége Merániai Gertrud meggyilkolása, a bűncselekmény, amely egész Európát sokkolta. A másik a közjogi értelemben egyedi és páratlan aranybulla kiadása, ami a Magna Carta után az első igazi európai alkotmánynak nevezhető. A harmadik pedig, hogy ő volt Szent Erzsébet apja. Minden királynál az elsődleges megközelítés számomra az, hogy
mi az az életében, amit drámailag jól meg lehet fogni. És ennek az uralkodónak, II. Andrásnak azért az életében több kemény drámai mag is van. Az egyik, hogy messzebb ne menjünk, mindjárt Gert felesége Gertrúd, Merániai Gertrúd halála, a gyilkosság, egy olyan egész Európát abban a korban megrázó bűncselekmény, ami tulajdonképpen példátlan, mert királyokat azokat szoktak gyilkolászni. Királynőket nem szoktak gyilkolászni. Az, hogy Merániai Gertrúdot ráadásul egy német származású uralkodónőt megölnek egy összeesküvés keretében, ez sokkolta Európát. És bizonyos szempontból volt egy ilyen kellemetlen mellékzöngéje is ennek, hogy hát persze megint a magyarok, hát ez csak magyaroknál képzelhető el. De valójában Merániai Gertrúd gyilkossága, a valóság nagyon távol esik attól, amit mi tudunk. Tehát mi Bánkbán, Katona József Bánkbán, jó napot kívánok, és ennyit tudunk Merániai Gertrúdról, és áttételesen így II. Andrással való kapcsolatáról. A történelmi igazság ez ettől messze van. Nagyon nem szeretnék belebonyolódni ennek a részleteibe, de mégis ez a koronázás bizonyos szempontból ennek a kísérteties gyilkosságnak a körülményeit, meg a tisztázatlanságát szeretné jelezni. Tehát ez nem olyan egyszerű volt, hogy elcsábították a Bánkbán feleséget, és akkor ő bosszúból összeállt az urakkal. A helyzet az ennél komplikáltabb. Hát aki eljön és megnézi, az majd meglátja, hogy tulajdonképpen mit is fed ez a szó, hogy komplikáltabb. Ez volt az első felesége. Még két felesége volt II. Andrásnak. Olyan férfiről beszélgetünk, akinek egész életében nagyon fontosak voltak a nők. Merániai Gertrúd, amíg meg nem ölték, egy nagyon erős karakánasszony volt, és aztán jött Jolanta királynő, majdnem 20 évig volt a felesége, ez egy nagyon nagy idő, és aztán életem alkonyán egy nagyon fiatal lány, Beatrix, az olasz származású Beatrix lett a felesége. Beatrix-tól származik tulajdonképpen az Árpád-ház utolsó királyának a magja, tehát tulajdonképpen ez egy, ebből a szempontból egy nagyon különös és fontos jelentése van. És hát, ahogy említetted is Szent Erzsébet. Ha II. Andrásról beszélünk, ugye először is mindenki összevágja a bokáját, és azt mondja, hogy jó napot kívánok, aranybulla, természetesen 1222, köpjük, vágjuk, érettségi tétel. De nem csak ezért fontos az aranybulla miatt II. András, noha ne kerüljük meg, hogy amikor az aranybulláról beszélünk, akkor ez tulajdonképpen európai értelemben egy óriási jelentőségű. A Magna Carta után a második Európában, ami alkotmányjogi értelemben egy egészen előremutató, különleges dokumentum és szerződés, illetve tulajdonképpen a hatalom önkorlátozásának egy kodifikált momentuma. Gertrúdra visszakanyarodva, Gertrúdot gyűlölték a magyarok, ezen nincs mit szépíteni, de azért mégis szült 5 gyereket, és nem is akárkiket. Köztük volt például mindjárt 4. Béla, akinek aztán a tatárjárás akkor meglehetősen komoly szerepe jut az ország újraépítésében, és ott van Szent Erzsébet. Szent Erzsébet egy egész különleges egyéniség. Olyan jelentőségű női szent, mint amilyen volt Assisi Szent Ferenc. Bizonyos értelemben kortársakról beszélgetünk, hiszen Assisi Szent Ferenc csak néhány évvel korábban halt meg, mint Szent Erzsébet, és ugyanakkor Assisi Szent Ferenc tudott az ő követőjéről, Erzsébetről, küldött is neki egy szerzetesi gúnyát, amit aztán Nagybecsben tartva
élete végéig hordott Szent Erzsébet. Csak érdekesként jegyzem, hogy ez az Assisi Szent Ferenc által küldött szerzetesi gúnya megvan. Ez egy 800 éves gúnyát képzeljünk el, és Párizsban egy ferencesek őrzik, nem adják oda. De el lehet menni, és meg lehet tekinteni. Tehát Assisi Szent Ferenc és az ő női inkarnációja Szent Erzsébet nem csak vallási, hanem szellemi értelemben is nagyon sokat jelentettek a középkor Európájának. Nos, mindezek, amikről dióhéjban próbáltam körbejárni, ezeknek a különleges eseményeknek a fókuszában egy ember áll, és ez Második András. Tehát őt, ezt a sorsot, ezt az embert, ezt a férfit megragadni, megmutatni, hát ez végtelenül izgalmas vállalkozás. A narrátor szerepében Mihály Győzőt köszönhetjük, aki eddig valamennyi szertartási játék szereplője volt. Nagyon fontos uralkodik, igen, főleg az aranybulla miatt, de azt hiszem, hogy egyszer én láttam egy előadást, Spiró írhatta, az Árpád házról szólt, és egyre másra csak azt lehetett látni, hogy ez kit gyilkolt le, az ki, hogy folyt a harc a hatalomért, és ezek színpadi értéke nagyon jó. Tehát, hogyha itt nagyon sok összeesküvés, nagyon sok gyilkosság, úgymond, és árványkodás történik, akkor itt azért van mit néznie a nézőnek. Tehát ez színházilag, ez egy nagyon jó korszak szerintem. Ugyanakkor pedig azt tudom mondani az aranybulla miatt, hogy nagyon szép életpálya, vagy nagyon sokat tett a magyarságért akkor András, azt tudom mondani. Mint narrátor pedig, még nincs szövegem, de azt mondják, hogy nagyon sok van, de hát az akkor derül ki, amikor elküldik az anyagot, és akkor egy olyan a bemutató előtt, vagyis hát a próbák megkezdése előtt olyan 2-3 héttel szoktam elkezdeni a felkészülést. A címszereplő Második András szerepét Sági Tamás alakítja. Még annyira nem tudtam foglalkozni a dologgal, én éppen Egerből estem be ide erre a sajtótájékoztatóra, de amennyit azért utána néztem, egy eléggé hektikus, eléggé gazdag élete volt ennek a királynak. Hát ez már nagy kérdés lesz, hogy Szikora János igazgató úr hogy képzelte el ezt az egész történetet. Még szövegkönyvet, példányt nem kaptunk. Mondom, amennyire én utána néztem az ő életének, hát ugye többek között az aranybulát, ugye ő adta ki, az egyik lány az Szent Margit volt, keresztes hadjáratot vezetett a Szentföldre. Szóval elég gazdag az a történet, amit ő magájának tudhat. Hát ez majd a próbák alatt fog igazándiból kialakulni. Hogyha János engem választott, nagyon remélem, hogy hát nagy érzelmek és izgalmas fordulatok váratók, azt hiszem, ebből az élettörténetből. Második András feleségét, a gyilkosság áldozatává lett Merániai Gertrúdot Varga Gabriella formálja meg. Én is nagyon várom ezt az élményt, amit én még nem tudok, úgyhogy nagyon örülök, hogy benne lehetek, mert már vártam, hogy egyszer én is. Pont emiatt, amit a Nunó mondott, a helyszín, és az, hogy szabad ég, és egyáltalán ennyi ember előtt, és pont egy ilyen helyszínen, ez színészként ez mindenképpen kuriózum. Azon kívül azt gondolom, hogy nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy maga szerep sem mindennapi. Tehát nem egy átlagos nőszeméről van szó. Most én is megpróbáltam az utóbbi napokban egy picit utána kutatni, volt így az emlékeimben egy ilyen Katona József film, mert nem játszottam még, meg régen is láttam színpadon, tehát szinte egy ilyen iskolai olvasmány, ahol szinte ilyen, ha jól emlékszem, ilyen elég egyértelműen negatív karakter a Gertrúd. De számomra, hogyha ennyit mondhatok, hogy így az volt az érdekes, hogy nyilván, hogy miért jutott el odáig, hogy őt meg akarták ölni. Mert aztán majd ez kiderül, gondolom, de hogy mennyire ambíciózus egy nő személy volt, hogy igenis bele akart szólni, ha jól tudom, Második András döntéseibe. Tehát, és ha jól tudom, András ezt például nem is annyira ellenezte. Tehát számomra egy picit egy ilyen modern, mai házaspár, akik tulajdonképpen nem feltétlenül egyedül Második András, hanem ketten próbálták az országot.
A további szerepekben Szent Erzsébet megformálójaként Osváth Juditot, koronázó püspökként Körtvélyesi Zsoltot köszönhetjük. Az előadásokat két alkalommal 2018. augusztus 18-án és 19-én 21 órától láthatja a közönség a Nemzeti Emlékhelyen. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra, minden jót kívánok!